A sárga a jelen, a fehér a közelmúlt. A Volán busz 10 új csuklós autóbusszal támogatja meg a megye közösségi közlekedését. Ebből 4 a szolnoki agglomerációban teljesít szolgálatot. Nagyon fontos minden olyan fejlesztés, ami a járműpark fiatalítását szolgálja, hiszen nagyon fontos az is, hogy a kényelmen, a minőségi műszaki tartalmon túl olyan környezetbarát közlekedési eszközök cseréljék vagy váltsák a még meglévő nem környezetbarátokat, amelynek a károsanyag kibocsátása a lehető legkevesebb. A 18 méter hosszú buszokon 51 ülőhely és 55 állóhely van. Akadálymentes kialakításúak, így kerekesszékkel, babakocsival is könnyű a fel- és leszállás. Az új járműveket környezetkímélő, úgynevezett Euro 6 besorolású motorral szerelték. És Szolnok egy zöld város már így is ránézésre. Hát még hogyha ilyen környezetbarát lehetőségek jönnek a városba, mint ezek a buszok, illetve a nem olyan régen hírként önök felé is eljutott gondolat, hogy az elektromos buszok is 10 darab meg fog érkezni Szolnok városában, egyet lehetett látni tesztjelleggel. A Volán busz 2 éve indította el flotta fiatalítási programját. Ez idő alatt 1070 új környezetkímélő autóbusz állt forgalomba. Az idei évben 1665 darab buszra tervezünk szerződést aláírni, amelyből 700 darab busz már az idén forgalomba állhat, és az utasokat szolgálhatja. Ennek a 700 busznak 4 hírnöke érkezett Szolnok agglomerációjába. A ma bemutatott német gyártmányú autóbuszok a Szolnok Besenyszög, Szolnok Rákóczi falva, Szolnok Abony viszonylatban szállítják az utasokat.